Műsorunk támogatója a Hargita népe. Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Ma egy rendhagyó, aktuális műsort fognak látni, hiszen azt hiszem, hogy nem sok erdélyi zenekar mondhatja el magáról, hogy 30 éves az idén, és nekem az a szerencsém van, hogy ma olyan énekesekkel fogok beszélgetni, akik egy 30 éves zenekar tagjai. Nagy Tivadar, illetve Sánta Zsuzsanna van a stúdiumban. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és köszöntelek titeket. Mi is köszöntjük a nézőket. Azzal kezdtem, hogy nem sok erdélyi zenekar mondhatja el magáról, hogy 30 éves. Tudom, hogy nehéz kérdés, de egy kicsit tekintsünk vissza, hogy mit is jelent ez, hogy 30 év, és milyen is volt ez a 30 év? Én nem is tudom, hogy melyik felével kezdjem, ugye mindig szokták mondani, hogy most a jóval vagy rosszal kezdjem. Hát mostanában folyamatosan a szebbik oldalát látjuk a dolgoknak, hiszen eleve az a tény, hogy rendkívül nehéz körülmények között, mindenféle hátszél nélkül, sikerült 30 évet túléljünk, ez úgy gondolom egy hatalmas megvalósítás. Egyáltalán a túlélésnek egy olyan példája, ami elég ritka valóban az erdélyi zenekarok esetében. Erdélyi magyar zenekar vagyunk mindenek előtt, ami azt jelenti, hogy a fő sodrású médiákban nem igazán kerülünk be. A magyarországi médiákban úgy szintén, ugye, hiszen csak egy erdélyi magyar zenekar vagyunk, sokkal nehezebb ezt bekerülni, akár csak magyarországi vidéki zenekaroknak sem könnyű, ugye? Tehát én úgy gondolom, hogy ez a 30 év és a 30 éves jubileumi koncert, ez egy igazi ünnepség, egy igazi ünnepe annak, hogy sikerült kitartanunk. Noha frissítésekkel gyakran, sok generációs zenekar vagyunk, a lányom is velem zenél, de hát él, működik a zenekar, és kreatívabb, bátrabb, merészebb és nagyobb dolgokat valósítunk meg, mint eddig bármikor. Kicsit a kezdetekről, hogy egyáltalán hogy alakult meg? Ti mindketten benne voltatok, ugye már? Nem. Én nagyjából egyidős vagyok a zenekarral, úgyhogy nehéz is lett volna. De Tivador alapítótak, igen. Hát igen, viccesen azt szoktuk mesélni, hogy egyszer csak úgy láttunk egy olyan csillagforma valamit, és akkor tudtuk, hogy Zsuzsa születik. Megszületett, és akkor hát alakítottunk egy zenekart, hogy majd, ha felnő, legyen miben zenei, zenéjen, legyen hol. Na, ezt azért nem sokan mondhatják el magukról. Na. Na, de komolyabbra fordítva a szót, hát annak idején a csapat, amikor alakult, akkor volt ugye jó néhány zenekar a városban. Én egy ifjúsági klubban tevékenykedő zenekarnak voltam a tagja. Volt a Mártonál, akkor matek-fizika liceumban is egy zenekarka. Mindjárt egy kicsivel jobbat akartunk, mint ami akkor volt, és akkor ezekből a jobbra vágyó emberkékből alakult egy ilyen idézőjelben csíki szupergrup. Tehát ez a 80-as évek végén? 87-ben, 86-ban igazából, mert 86-ban már próbáltunk, de mi úgy számítjuk hivatalosan a Róla létét 87-től, amikor az első fesztivált megnyertük, az első fellépésünk volt. És az a mérföldkő. Igen, ez az igazából az indulás, amikor már biztosan léteztünk, működtünk, van valami bizonyíték is rá. Ha jól emlékszem, Balánbányán volt ez a bizonyos fesztivál, és hát rögtön az első fellépésünk, az első fesztiválon, ahol volt valami 14 zenekar, az első díjat sikerült megnyerni. Úgyhogy hát a siker az arra predesztinált minket akkor, hogy folytassuk. Na de hát ugye a fiatalabbak főként befejezték a középiskolát, egyetemre vágytak, vagy más városba költöztek, és ez azóta is folyamatosan üldözött bennünket a 30 év folyamán, hogy nőnek a fiatalok és kiszállnak a fészekből, kirepülnek. Legnagyobb sajnálatomra közel 70 tagja volt a zenekarnak, de hát egy olyan fele, hogyha zenél, vagy lehet még fele sem máig is, ami elég kár, mert rengeteg tehetséges, sőt, zseni is volt, nem egy a zenekarban. Kicsit beszéljünk arról, hogy kik voltak a legelső zenekarban, és ki az, akik maradt közülük?
Hát a legelső zenekarban egyedül az öcsém maradt, aki máig is velünk zenél. Úgyhogy lehet azt is mondani, hogy egy kicsit ilyen családi vállalkozásszerű dolog lett mára a zenekarból, hiszen az öcsémmel és a lányommal zenélek együtt, de olyan nagyszerű tündérek erősítenek minket, mint Zsuzsa. Zsuzsa már nagyon sok éve zenekar életének közel felében már benne volt. Szinte 15 éve zenekartagja. Így van, meg vannak új tagok is a zenekarban, nagyon frissek, nagyon szemérmetlenül fiatalok, el sem merem mondani, hogy hány évesek. Úgyhogy mindig így ilyen 15-16 éves korba bekerültek fiatalok, erősítettek bennünket, és aztán van, aki maradt is, ugye Zsuzsa. Mindjárt elérünk oda, hogy adjunk Zsuzsának is szót, de az még nagyon érdekelne, hogy emlékszünk azért a 90-es évek elején mindenki azt hitte, hogy na most aztán igen, és minden milyen szép és milyen jó lesz, de ez nagyon hamar le is csengett, és mindenki rájött, hogy igazából az van, amit továbbra is az ember magának megcsinál. Milyen volt ez a 90-es évek eleje a zenekar életében? Hát, hogy mondjam, nagyon-nagyon bizonytalan, ugye belecsöppentünk a nagy semmiben, amit senki nem tudta, hogy mi történik. Nyilvános, mindenki tudja, hogy a politikumban is az egyáltalán a politikum, gazdaság, minden így ilyen bizonytalan, labilissá vált. Egy volt biztos az, hogy hűben mekkora nagy szabadság van, akkor most mindent szabad. Szabadnak szabad, de azért voltak a zenekarnak is fesztiválok, volt egy rakásrendezvény, ahova hát ugye az ifjúsági klub keretén belül mentünk. Nagyon érdekes volt, hogy Boros Zoli például azt mondja, hogy nem létezett rockzene, gyakorlatilag magyar rockzene 86 után. Pedig ez igen. Így van, pedig nagyon-nagyon pörögtek a dolgok. Mindössze annyi történt, ugye, hogy a magyar adás megszűnt, a tévében valóban nem léteztek, de azért nagyon zajlott az élet, és az az érdekes, hogy a kommunizmus vége felé így bezárták ezeket a dolgokat, de működtek. Például nem egy könnyűzene, mert a rockfesztivál Borszéktól egészen Mangáliáig úgy zajlott, hogy zárt ajtók mögött. Olyan is volt, hogy Borszékon például 3 napig zajlott a fesztivál, könnyűzene fesztivál, amiben belecsöppentünk. 3 napig egyszer közönségünk nem volt, a zsűri miután megtette a voksolást, akkor utána gála műsor viszont hegyig volt, tele volt. Ez érdekes, ezt még sose hallottam. Igen, hát volt egy, nem is tudom, Kreanga nevezetű kultúrázigazgató, aki ő így gondolkodott. Vagy Mangálián is olyan volt, hogy sehol például a médiákban nem jelent meg egy újságcikk, vagy valami, hogy ott létezett fesztivál. Ellentét ennek mondjuk Kümpulunk. Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok fesztiválra jártunk, és akkor egyből következett 90, amikor semmi nem történt. Ezekből semmit nem szerveztek többet meg? És hát akkor úgy hirtelen leállt minden. Sok-sok évre rá beindultak dolgok. Mi olyan szerencsések voltunk a 80-as évek vége fele, hogy Ferenc Zsuzsának meg Mag Péternek köszönhetően bekerültünk az egyetlen romániai magyar adásba, a bukaresti rádiónál volt 3-tól 4-ig, ha jól emlékszem, vagy 2-től 3-ig 1 órás magyar adás, és behívtak bennünket rádiófelvételekre. Hát mindenki csak csodálkozott, hogy ezt hogy sikerült elérni, ez már is az ő titkuk maradt. Talán 5-6 dalt sikerült jó minőségben rögzítsünk. Boros Zoli volt pontosan a hangmérnökünk, fantasztikus munkát végzett. És ez akkor nagyon nagy dolognak számított? Nagyon, tehát nagyon a nagy dolog közvetítés volt, miatt, vagy a rögzítés miatt? A rögzítés miatt is, tehát nem jutott be senki. Hihetetlen, hogy milyen nehéz volt egyáltalán bejutni azon a sok buktatón, milicisták, hada, kint, bent, mindenütt, igazoltatás 66-szor. Kint sétáltunk egy olyan 50 méternyire akkori stúdiótól, a Tényó Stereo stúdióban volt a felvétel, és egy olyan jó 50 méterre voltunk a bejárattól, tehát elég messze, és ott is leigazoltattak, jöttek a milicisták, hát mondom, hajasok voltak, megfenyegettek. Hát igen, egy kicsit, na, nem voltunk éppen nyakkendőben. Igen, az akkori divat szerint öltözve. És mégis sikerült is. Tényleg egy elsősorban ennek a 3 embernek, Ferenc Zsuzsának, Mag Péternek és Boros Zoltánnak köszönhetően egy nagyszerű felvételek sikerültek, amiket kint valami meglepetés folytán, valami érdekes, ami aztán később kiderült, a hátterek is. Kint Magyarországon hallottunk például a Magyar Televízió Gondolkodó című műsorának a mi hangszeres
intronk volt évekig a zenéje. Ők nem tudták, hogy mi az, be se rakták, hogy mi az, mikor meghallottuk, akkor hátas dobtunk, hogy hoppá, milyen ismerős ez, vagy honnan van. Évekig nyomoztuk, aztán kiderült, hogy az archívumot egy részét kimenekítették Magyarországra a forradalom előtt, és akkor így került oda a kézen közön. Persze senki nem tudta, mi az, de használták, vagy próbálták. Mert jó volt. Igen. Mert jó volt, azért használták. És hát 90-ben viszont ugye mindenki élt azzal a lendülettel egyrészt, tehát a csapatunk is egy kicsit úgy megomlott forma, mert nagyhamar a dobosunk megnősült, egy izraeli lányt vette feleségül, és azt sem tudtuk hirtelen, amikor január elején hívtak telefonon, hogy kellene egy tévéfelvételt készítsünk, mert indul a magyar adás, és Simon Fikatikáig hívtak, és akkor hát csak néztük, jó, de hát most azt se tudjuk, hogy vagyunk-e, vagy nem. Az énekesünk a kommunizmus végén, az utolsó hónapokban kéréssel hivatalosan kitelepedett a szüleivel. Úgyhogy volt ugyan egy új énekesünk, de nem is tudtuk, hogy most akkor dobos, mi van, nem próbáltunk. Mondták, hogy megvan a hangfelvétel. Itt szó se lehet arról, hogy élőben játszodjunk. Ez a tévében úgy szokás, hogy megy a playback, mi rájátszunk ugye a zenére, ami már kérdezte, de milyen zenére? Hát az a bizonyos zene, amit a rádiótól megvan nekik is, mindenkinek megvolt, csak nekünk nem. És akkor ügyesen bementünk a stúdióba, hát ott nagyon izgalmas körülmények voltak. Emlékszem, hogy úgy értünk be, hogy olyan jég volt, tükör jég volt az utakon, hogy csúszkálva, nagyokat esve valahogy elértünk a Román TV-ig, és ott meg katonák tömege, tehát kint, harckocsik, mindenféle, alig lehetett köztük így arra szólni lépésenként, ott aludtak, ott éltek szegények, és bementünk valahogy így ezeken a szűk folyosókon katonák közt bejutottunk. Akkor érdekes, nem volt akkor a szigorúság, mint azelőtt, és hát golyónyomok mindenütt, tehát ez a forradalmas össze-vissza hangulat még élt javában, és akkor bekerültünk egy óriási hodályba, ahol hát nem is láttuk a tetejét, vajon hol, mi, hogy van, lámpákat, vagy valami egy-egy ott szembe világított, elvakított, de csak annyi. És kiderült, hogy van egy kis hangfalacska valahol egy rejtett zugban, amiből szól a zenénk. A dobos, amikor ráütött valóban a dobra, akkor semmit nem hallottunk a zenéből. Na most erre playback-kel is mondták, hogy van egy fél óra. És akkor így sikerült a tévéfelvételünk. De azt láttuk azt a felvételt, úgyhogy biztos, hogy megvolt, mert azt én is láttam azt a felvételt. Hát ez izgalmas volt. Hát igen, kicsit ugorjunk a Zsuzsának is, adjunk szót. 90-es évek vége? Amikor? Hú, én az évszámokkal nagyon nem vagyok, maga de biztos tudja. 2000... 2000 után, 2003-2. Tehát akkor már megvolt azért egy saját stílus, a mai stílus arrólnak a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, nem? És akkor csatlakoztál te? Hát mindig változik egy kicsit, illetve tehát sok minden marad is a stílusból, ha így erről beszélünk, de mindig azért változik. Én amikor bekerültem, akkor megvolt már a Moldvai Csángó műsora a zenekarnak, úgyhogy úgy igazából abban csöppentem bele. Hát sok albumunk egyébként, hoztunk néhány CD-t, tehát sok műsor már akkor elkészült, de utána is ugye a versfeldolgozásokat igazából az Ady Endrét, a József Attilát utána fogtunk neki. Addig Molnár Vilmos versek voltak, meg egy-két Ady is igazából. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a versek egy kicsit a tieid? Hát nem tudom, hát ez már közös gyerekek. Tudom, hogy nagyon nem szeretik a zenekarok is, végül is, hogyha egy kicsit belelát az ember a munkájukba, akkor érthető is, hogy nem szeretik ezt a kérdést, de hogy alakul ki egy ilyen munka, hogy mondjuk valaki kitalálja, hogy írjunk, zenésítsünk meg Ady verseket, és akkor lejön valaki és másik, és megírja a zenét hozzá. Egyáltalán hogy áll össze, mert hogy ti tudjátok, nektek ez minden nap ide, szerintem a nézők 80%, aki nem ezzel foglalkozik, nem tudja. Általában úgy születnek a dalok, vagy mióta én a zenekarban vagyok, legalábbis erről tudok mesélni. Például a verslemezek úgy születtek, hogy mindig volt egy évforduló Ady Endre halálának, vagy születésének egy kerekebb évfordulója, és mivel volt néhány Ady Endre vers megzenésítve addig is, akkor támadt az ötlet, hogy akkor miért ne készítsünk egy egész albumot, illetve hát egy egész estés műsort.
És akkor hát ez úgy történt, hogy Tivadarral leültünk elolvasni az Adi verseket. Hát most ez egy kötetet kiolvasni, az úgy nem olyan buli, de azért többé-kevésbé elolvastunk minden verset így ketten. És akkor hát egy kis színes jelzőcetlivel az ember kiválogatja, hogy ú, de jó, ez is tetszik, ez is tetszik, ez is tetszik. Tele vett a kötet ilyen kis színes cetlikkel. Ez 60 vers, amit meg kéne zenni. Hát talán több is. És akkor Tivadar ebből egyet szelektált, hogy mi az, amit, mert ő a zeneszerző. Tehát, hogy ő elolvasta azokat a verseket, amiket én megjelöltem, és kivette azokat a cetliket, ami úgymond nem, és bent hagyta azokat a verseket, amire jött neki dallam. Tehát amiben már elolvasásra hallja a zenét, a dallamot, de talán erről ő tudna jobban mesélni. Hát én igazából szerénytelenségnek tartanám azt, hogyha azt mondanám, hogy én vagyok a zeneszerző, ez egy kicsit túlzás. Lehet, hogy ez így a legegyszerűbb, hogyha így mondom, vagy így mondjuk, és így írjuk, de gyakorlatilag ezek a dallamok, például a versek esetében eleve benne vannak a versekben, én úgy gondolom. Azon kívül, hát létezik múzsa, bármilyen fantasztikusnak is hangzik. Az illet, az inspiráció, az valahonnan jön, az nem az enyém igazából, csak úgy érkeznek a dallamok. Ami az enyém, és ami iszonyú sok munka és tudást igényel, az a hangszerelések. Még az, hogy az egészet kordába tartani a hogy mondjam, jó ízlés, igényesség határain belül, mert nagyon könnyű lenne trendi táncdallamocskákat írogatni, ugye, az mindenkinek ott van a kicsi ujjában, és ugra-bugra ritmuskákra is könnyű lenne az egészet feldolgozni, vagy ráépíteni. Nem ez a szándékunk. A szándékunk az már a kezdetektől 30 éve folyamatosan a nevelés, elgondolkodtatás, olyan szálak húzogatása, megmozdítása az emberekbe, hallgatóságunkba, ami hogy mondjam, gondolkodásra, érzelemvilág fejlődésre, érzelmi intelligenciára vezet, nevel. És lehet, hogy ez egy kicsit, ez is tűnik nehézkesebbnek sokszor a zenénk, de én úgy gondolom, hogyha a mai világban valaki ezt nem vállalja, egyre kevesebben vállalják egyébként, minden tele van ugye a szórakoztató ipar termékeivel, mi nem szórakoztatni akarunk, mi, hogy mondjam, az emberekkel megszerettetni akarjuk az értékeinket, a hagyományainkat, és lássuk be, hogy fura dolog az is, hogy népzenével foglalkozál, való foglalkozásaink során döbbenet az, hogy azok a régi népzenei kincsek, táncdallamok akár, azok egyáltalán nem ilyen szimmetrikus pikpak ritmuskákra épültek, hanem rengeteg aszimmetrikus ritmus volt, rengeteg érdekes, nagyon furcsa, igazából mai szemmel táncolhatatlan, bulizhatatlan ritmusok, és mégis tudtak az emberek rámulatni, tudtak kikapcsolódni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy valamit elfelejtettünk, ezt kellene visszahozni. Azt, hogy érezni a zenét, nem csak egyszerűen háttér kikapcsolódási eszköznek használni. Én nagyon örülök, hogy ezt így most elmondod, mert mintha ebben benne lenne az egész 30 évnek az Ars Poetikája, és ugye elindultunk valahonnan egy kronológiai sorrendben, de közben rájöttem, hogy nem lesz időnk végigmenni, és nem fogunk Zsuzsának szót adni. Mi az, ami az elmúlt 30 évben megmaradt? Tehát pontosan megmaradt, mert azt gondolom, hogy teljesen más hangszereken játszotok, mint 87-ben. Teljesen más ma már a technika, a hangosítás, egy koncertnek a felállítása, a közönség, az igények, ahogy említetted te is. Mi az, ami megmaradt mégis ebben a 30 évben, és folyamatosan úgy érzed, hogy 30 év múlva is ott lesz, és mégis tud új lenni, és erős lenni? Hát én úgy gondolom, hogy a szív-lélek indítékok, és a zene iránt való, értékek iránt való elkötelezettségünk, ez mindig meg fog maradni, az előbb is jeleztem. Valóban nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Hangszerek, technika is, persze mindig nagyon odafigyelünk, hogy a lehető legperformánsabb technikát használjuk, hangszereket. Ez többek közt azért is, mert rengeteget turnézunk, és minél kisebb helyre be kell férjen az a
sok eszköz kütyű, viszont arra is rájöttünk, hogy minél jobban elbújunk a kütyük mögé, a technika mögé, annál kevésbé tud átjönni a dolgok, a dalok üzenete. Ezért, hát én például egy legalább 20 éve ugyanazon gitáron játszom, noha rengeteg szuper gitáron volt, megvásároltam, eladtam, mert hogy rájöttem, hogy egy évig nem használom, akkor most minek. De érdekes, hogy maradt ez a gitár, mert hogy ez valamitől egyfajta szimbiózisban élünk. Már annyira ismerjük egymást, hogy... Bár ezek elektromos hangszerek, ugye, de még így is könnyű hozzájuk nőni. Tehát, hogy én is egy sok-sok éves billentyűn játszok azon, amin legelőször a zenekarba kerültem is. Mert a hangszínek, mert a tapintása, még ha tényleg nem egy akusztikus hangszer, mert abban ugye érthető egy hegedűnél, vagy... Hogy hozzánő az emberhez, de az elektromos hangszereknél is működik ez, hogy az ember megszereti hozzánő, és hiába egy régi hangszer, de, és vannak újak mellette, de úgyis a régi mindig előkerül, és mindig visszatérünk hozzájuk. Ez is jó hallani. Egyfajta tudattalan lázadás is, ez a folyamatos trendi ellen. Nem akarunk mi régi módiak lenni ugyan, de úgy gondolom, hogy azáltal, hogy folyamatosan cserélnénk a, mit tudom, image-ünköt, stílusunkat, igazából sok-sok évig ugye az volt a vád, legalábbis barátok, ismerősök mindig mondták, hogy mi nem is tudjuk eldönteni, akkor létezik olyan, hogy a raw stílus, mert hogy ti játszottok egy kicsit ilyen jazzesebb dolgokat, progresszív rock zenét, népiest, vers zenét, akkor most ki is vagytok ti? Igen, rock kuratórium meg. Rockoperák, reneszánsz zene, feldolgozás. Tehát mi mindent szeretünk, ami igényes, ami a zenében valamit tud nyújtani az embereknek. És az a döbbenet, mikor a hangzó helikonos albumunk elkészült, akkor Grilluszt kérdeztem, hogy nem zavaró, hogy összeválogattad, mert ő válogatta össze ezeket a dalokat. Nekem úgy elsőre szinte zavaró volt, hogy jó, adi versek, rendben van, de ahány annyi féle a dalok stílusa, tehát a nagyon kőkemény heavy metal, amit sosem volt jellemző ránk, de olyan dal is van, meg ilyen légiesen finom verzenécske. Gyerekdal is. Igen, gyerekdal is, és hogy fér, vagy hogy látott ez? Hát megnyugtatott, hát mindegy, hogy mit játszottok, minden olyan jellegzetesen rólos, azt nem lehet összetéveszteni, úgyhogy ez úgy rendben. Igen. Az a baj, hogy mindjárt lejár az adásidő, és nem beszéltünk arról, ami szerintem nagyon fontos, hogy hát akkor egy koncertturné van, ami Csíkszeredában lesz szombaton, de ezt mondjátok ti el, és még azt is mondjátok, hogy kik vannak ma a zenekarban, hogy őket is említsük meg. Hát igen, az idén elég sok rendezvénnyel készültünk, ugye volt a Szent László Rock Kuratórium bemutatója a főtéren, ez nagyon, nagyon jó élmény volt, és hát nem tudom, mondhatom ezt így nagyon nagy siker, mert hogy tényleg a fellépőkkel együtt, a táncosokkal akkora összefogás eredménye volt, és nagyon sokan voltak kíváncsiak rá, úgyhogy nagyon örültünk ennek az augusztus 20-i bemutatónak, de ezen kívül 30 év, 30 dal című műsorunkkal turnéztunk az idén, több helyszínen is, Magyarországon, illetve itthon, és ennek a turnénak a záró koncertje lesz a hétvégén Csíkszeredában. Tehát szombaton 7? Szombaton 7 órától a szakszervezetek házában. Igazából ez a záró koncertje ennek a turnénak, és ez a maga a jubileumi koncertünk, ahol sok közreműködőt is meghívtunk. Ez talán legyen titok, vagy illetve utána is lehet nézni kicsit az interneten, azért már néhány fellépőt elárultunk. Úgyhogy közreműködőkkel. Nem, ezek új közreműködők igazából. Tehát úgy terveztük most, a 25 éves koncert úgy működött, hogy visszahívtunk minden régi tagot, és ők működtek közre a koncertben. Egyfajta visszatekintés volt. Igen. Most a jövőbe tekintünk. Most a 30 éves koncert, ez egy kicsit másképp képzeltük el, ugye kisebb is, több helyszínen adtuk elő, és nem a régi tagokat hívtuk vissza, hanem vendég meghívottakat. Tehát a régi tagokat is meghívtuk, de mind közönségnek. És ez a műsor egy kicsit egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen képzeletbeli utazás, ahol régi dalok is elhangzanak, új dalok is, és egy ilyen útkeresés, ilyen meditatív hát kis utazás. Hát ez a 30 év eszenciája gyakorlatilag dalokban, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon reprezentatív is lesz ez a koncert, hiszen a végén eljutottunk oda, hogy rengeteg akusztikus hangszert fogunk szerepeltetni, és akusztikus kiváló hangszereseket.
Gyorsan-gyorsan ezt még muszáj elmondjuk, mert azt hinni az ember, hogy ó, milyen vagány, kicsit felállnak, gitározgatnak, zenélgetnek, énekelgetnek, milyen jó buli, és ebből még meg is élnek, hogy mennyi munka van e mögött? Úgy van a napi programunk, hogy délelőttönként e-mailezünk, mondjuk plakáton gondolkozunk, a CD-k felvételeivel dolgozunk, és esténként próba van, tehát ha nincsen koncert, akkor minden nap próbálunk. Rengeteg munka, sokkal több, mint a napi 8 óra munka, ugye, dalból. Mi ebben élünk. Erről szól az életünk, és az, hogy mennyire kifizetődő, mennyire éri meg, mennyire jövedelmező. Hát, hogyha kezdenénk számolni mindjárt a zsebünkben lévő pénzt, vagy a, ne adj Isten, a folyószámlánkon lévő pénzt, akkor biztos, hogy nem csinálnánk egy másodpercig sem. Ide úgy gondolom, ehhez szív lélekkel és hihetetlen erő. Ezért is most kihasználom a lehetőséget, és megköszönöm a zenekar jelenlegi tagjainak is, és a múlt beli tagoknak is, hogy ki tudtak tartani ebbe a csapatban. Hát köszönöm szépen, akkor legyen nektek sok erőtök, és további 30-60 évet kívánok. Köszönjük szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét jelentkezünk, viszontlátásra!